Itt a Híradó, köszöntöm Önöket! Városunk adott otthont a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat regionális küldöttgyűlésének. A Bencés templomban tartott ünnepi hálaadó misét követően a Városháza nagy tanácsterme volt a találkozó helyszíne. A küldöttgyűlésen szó esett többek közt a Közép-Dunántúli régió tavalyi évéről, az idei tervekről, valamint a küldötteket is megválasztották. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat legfontosabb feladata a szegények támogatása, hangsúlyozta Győri Dani Lajos, ügyvezető alelnök, hozzátéve, hogy természetesen mindig vannak aktuális feladatok, melyek prioritást élveznek. Ilyen volt például tavaly a migráns helyzet. Szerencsére most ebben a pillanatban kevesebb a feladatunk, inkább külföldön vállal a rendis és a szeretetszolgálat is feladatokat ebben a kérdésben. Főleg a környező országokban, tehát Szlovéniában, Szerbiában dolgoztunk, de onnan is most éppen elfogy a feladat alólunk, hál' Istennek a politikusok megállapodása okán. Hát azért számítunk arra, hogy ez a helyzet nem végleges, tehát itt még bizonyára fog változni a helyzet, és ahogy Kozma atya, szeretetszolgálat elnöke mondja nekünk nem álláspontunk, hanem küldetésünk van, az úton lévő családokat, bajban lévő gyerekeket, asszonyokat próbáljuk elsősorban támogatni. Győri Dani Lajos elismerően szólt a Közép-Dunántúli régióról. Nagyon büszkék vagyunk az itt folyó munkára, mondta. A Komárom-Esztergom-Fejér és Veszprém megyét felülelő régióban 21 máltai csoport működik, melyek számos területen segítik a rászorulókat. Ezt már Pataki Gergely regionális ügyvezető tette hozzá. 2015-ös beszámolójában részletesen ismertette a programokat, tevékenységeket, melyeket munkatársaik és az önkéntesek végeznek. Elmondta, hogy Pápán is nagyon aktív a csoport, terveik szerint hamarosan bővül a Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjának palettája. Szerettünk, hogy olyan programot behozni, és ennek az előkészítése az elmúlt évben kezdődött el, egy tanodapályázat, amivel a máltai jelenlétet Pápavárosában talán meg tudjuk jobban egy kicsit erősíteni, és tudunk adni a városnak egy olyan szolgálatot, ami hiánypótló. A Máltai Tanoda 1 a hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program, mely több településen is sikerrel működik, tudtuk meg a regionális ügyvezetőtől. A beszámolók után került sor a küldöttek megválasztására. A hagyományoknak megfelelően ebben az évben is rendezvénysorozat keretében emlékezik meg a pápai vízmű a március 22-i vízvilágnapjáról. Már a múlt héten is zajlottak programok, és eseményekben ezen a héten sem lesz hiány. Ma például általános iskolások látogattak ki a szennyvíztisztító telepre. A vízvilágnapi programsorozat egyik kiemelt helyszíne a Szabó Dezső utcai vízműtelep. Ide a világnap alkalmából mindig érkeznek felnőtt és gyermekcsoportok. Hétfő délelőtt a Szent István Római Katolikus Általános Iskola ötödikesei ismerkedtek itt meg a szennyvíztisztítás folyamatával. Meglátják azt, hogy a csatornán keresztül milyen víz fog bejönni, vagy víz jön be a szennyvíztisztító telepre. Végig kísérjük a tisztító folyamatot a különböző medencékbe. Belekukkantunk, hogy na, mennyire tisztult meg a víz. A másik része pedig az, hogy a laboratórium munkájába is belekukkanthatnak. Meg fogják nézni a mikrobiológia laboratóriumot, a szennyvíztisztító laboratóriumot, illetve meg fogják nézni az ivóvíz laboratóriumot. Kedden a világnapon lépcsőtúra is lesz. Ez az egyik leglátványosabb és legnépszerűbb vízvilágnapi program, mondta el Szili Ágnes. Március 22-ére nyílt napként hirdettük meg. Ide 8 órától 5 óráig várjuk a látogatókat. Még lehet jelentkezni, ugyanazt írtuk a Facebook oldalunkon, hogy csak 15 óráig, de akár évfélig is le lehet jelentkezni még a holnapi napra. Szerdán ismét várja a látogatókat a szennyvíztelep, és ezen a napon délután a tapolcafői forrásokhoz is érkeznek érdeklődők. A vízvilágnapja alkalmából általános és középiskolások számára rajz, fotó és irodalmi pályázatot is hirdetett a vízmű. Ennek díjkiosztóját szerdán 13 órakor fogják tartani a Várkertfürdőben, tudtuk meg Szili Ágnestől. Végig sétáltak az 1000 négyzetméteres nagymedencén, megnézték az ugrótornyot, a vízszűrő berendezést, és letekinthettek 13 méter magasból a városra. A Várkertfürdő háromnapos látogatást szervezett kisiskolásoknak a vízvilágnapja alkalmából.
március 21-én, 22-én és 23-án több iskolás csoport nézheti meg a strand élményelemeit, és gazdagodhat ismeretekkel a víz és a várkertfürdő kapcsán. A Várkertfürdő a Vízvilágnapja alkalmából különleges háromnapos programot hirdetett, melynek keretében általános iskolás osztályok látogathatták végig a fürdőt, úgy, ahogy máskor mások nem láthatják. Megmutatjuk azokat a gépészeti berendezéseket, amelyek a medencéket ellátják, illetve a műszaki bázisát jelentik a létesítménynek. Több mint 10 csoport jelentkezett be eddig. Ma 11 órakor volt az első csoportunk, még délután 2 lesz, és kedden és szerdán is várunk még iskolás csoportokat. Huszár Hajnal a Várkertfürdő értékesítési főmunkatársa a diákoknak a termál és gyógyvíz közötti különbségről és a medencék paramétereiről is beszélt. A Munkácsi iskola 4. AT osztálya az 1000 négyzetméteres nagy medencébe is bemerészkedett, és lenéztek a 4,5 méter mély medence részre is. Azért ilyenkor a gyerekek megdöbbennek, amikor tulajdonképpen szárazon látják, hogy azért ez a 4,5 méteres mélység, ez mekkora is. Ezen kívül fölmegyünk a legnagyobb óriás csúszda tornyunk tetejére, ez 13 méter magasan van, és körbenézünk a városba, egyrészt lenézünk a fürdőre, másrészt pedig megnézzük, melyek azok az épületek, épülettetők, amiket fölismernek a gyerekek. A munkácsis diákok sok új érdekes információ birtokába jutottak a Várkertfürdőről. Ez az egész terület, az 3500 négyzetméteres, és nekem az volt a legérdekesebb benne, mert nem tudtam. Mindennapi életünk elengedhetetlen része a víz, a gyerekek pedig tisztában vannak fontosságával. Óvni kell a vizet, tisztálkodunk vele, mosakodunk, fogat mosunk, és naponta 1,5 és 2 liter vizet kell innunk. A látogatás végén a gyógyászati központot, a gyógyvizes medencéket nézték meg a diákok, és megkóstolhatták a helyi ásványvizet is. A Várkertfürdői séta kedden és szerdán folytatódik. Március 19-én szombaton ünnepelték a Szent József kápolna búcsúját. A program egyben a 2017-es plébániai misszió nyitó alkalma is volt, amikor is a Szent Anna templomból kiinduló menetben missziós keresztet vittek a hívek a Szent József kápolnába. Szombaton 9 órakor indult a Szent Anna templomból a körmenet. Az Anna térről a Battyányi, a Somlai, a Szabó Ervin és a Kertész utcán át haladtak a hívek, imádkozva és énekelve. Nem sokkal 10 óra után érkeztek meg a Szent József kápolnához, ahol 10:30-kor búcsúi szentmise kezdődött a templom védőszentje tiszteletére. A nagybőt szent idejében vagyunk, amikor Krisztus keresztjére különös módon is nagy hálával és szeretettel tekintünk, hiszen felidézi Anya Szent Egyházunk előttünk a pasiók, a Jézus szenvedésének a történetét, virágvasárnap és majd nagypénteken is, és szemléljük, hogy az Úr Jézus milyen nagy áldozattal váltott meg minket. A missziós kereszt Nagy József asztalos mester adománya volt, tudtuk meg Salgó Ferenc kanonok plébánostól. A feszület a Szent József kápolnában marad, mivel a 2017-es plébániai misszió elsősorban a templom mellett lévő lakótelepen élőkre irányul. A családban is a legkisebb gyerek a legtöbb dédelgetést igényel. Hát itt is nagyon sok feladatunk van, hogy valóban mindjobban meg tudjuk szólítani az itt élő embereket, hogy ők is fölébredjenek, észrevegyék, hogy itt van egy nagy lehetőség, kegyelemforrás, az Isten szeretetének kiáradása. És hát ezért is gondoltuk, hogy ezen az útvonalon, ami jobban közelíti, hogy a Bocsó lakótelepet, Kilián lakótelepet érintve jöttünk ezen az úton. Ahogy a missziós kereszt viteléhez utcáról utcára egyre többen csatlakoztak, úgy fog a jövőben bővülni a Szent Anna plébánia iránt elkötelezett hívek köre, fogalmazta meg reménységét Salgó Ferenc atya, aki elmondta, Szent József gondoskodó szeretettel vette körül családját, erre az atyai szeretetre ma is óriási szükség van, hogy a családok erősek legyenek és ne hulljanak szét. Szent József a munkások védőszentje is, ebben is rátekinthetünk és erőt meríthetünk tőle mindennapi boldogulásunkhoz, tette hozzá a kanonok plébános. A Tűr István Gimnázium és Kollégium 2 évente szervez kulturális bemutatót, melynek keretében elsősorban az osztályok mutatkoznak meg. Az intézménybe azonban nagyon sok olyan tehetséges diák jár, akiknek hangszeres tudása is kiemelkedő.
ezért az iskolában úgy döntöttek, hogy a kulturális gálával váltásban minden páros esztendőben lesz egy koncert, ahol a tűrös zeneiskolások kapnak lehetőséget a bemutatkozásra. Az első ilyen alkalmat március 18-án szervezték nagy sikerrel. Az est első részében azok a tűrös diákok léptek színpadra, akik egyben a Bartók Béla zeneiskola növendékei is. Itt a Tűr gimnáziumban nagyon-nagyon sok tehetséges diákunk van. Szeretnénk, hogyha ezek a tehetséges diákok más irányú tudásokat is meg tudnák mutatni. Mi az iskolában csak azt látjuk, hogy a tanulás terén milyen eredményeket érnek el, mert tudjuk azt is, hogy kulturális, vagy akár sport, vagy más tevékenységet is folytatnak. Szeretnénk, hogyha ezt egymásnak is be tudnák mutatni, a szülőknek is, illetve magának az iskolai pedagógusok. A tűrös diákok csoportja az egyik legnépesebb a Bartók Béla zeneiskolában. Lelkesek és tehetségesek, mondta Hetyei József igazgató, aki részt vett a koncerten, növendékeit kísérte. Ez az a korosztály, aki már meg tudja mutatni a hangszeres tudását, és az is igaz, hogy igénylik is. Tehát nem csak arról van szó, hogy ügyesek, hanem szívesen kiállnak színpadra, és társaik előtt bizonyítják azt, hogy ők miért gyakorolnak a négy fal között. Klasszikus muzsika és könnyű zene egyaránt szerepelt a repertoárban. A hangszerek széles skáláját szólaltatták meg a diákok. Az volt a cél és az volt a koncepció, hogy minél több csoportos műsorszám legyen, tehát a gyerekek azt mutassák meg, hogyan tudnak együttműködni, hogyan tudnak együtt örömzenélni. Természetesen azok a produkciók, illetve azok a gyerekek, akik önmagukban is önálló műsorszámként nagyon ügyesen tudnak, illetve szerepelni, vagy versenyen elértek eredményt, ők megmutatták magukat egyéniben is, de a cél az volt, hogy egy csoportos, együttműködő, kooperatív örömzenélést mutasson be. A hangszeres blokkokat a tűrös színjátszósok keretjátéka foglalta egységbe, ezt Mozart Bence rendezte. Az esten fellépett az intézmény diákjaiból és pedagógusaiból álló kórus is. A koncert második részében Pápaváros fúvós zenekara szórakoztatta a közönséget. A fellépést azért vállalták, mert egyrészt a zenekarban sok tűrös van, másrészt, mivel az est jótékonysági alkalom is volt egyben, a fúvósok ilyenkor mindig segítenek. A jótékonysági koncert bevételét a tehetséges tűrös diákok versenyeztetésére fordítják. Egészséges és finom ételeket készítettek a Szent István Római Katolikus Általános Iskola felsős diákjai pénteken délután. A hagyományos egészségbüfé elnevezésű rendezvény idén új elemmel bővült. Az osztályok tanulóiból összeállt csapatok egy vetélkedőn is részt vettek, ahol számot adtak arról, hogy mit tudnak az egészséges táplálkozásról, az élelmiszerek helyes tárolásáról. A program résztvevőit Englertné Nyerges Rita döksegítő tanár köszöntötte, majd egy rövid, vetített képes előadásban ismertette a gyerekeknek az élelmiszer kezelés legfontosabb higiéniai tudnivalóit. Azért van új jelen, mert ugye évek óta megy ez az egészségbüfé rendezvényünk, és úgy gondoltam, hogy ma egy kicsit arra irányítom a gyerekek figyelmét, hogy hogyan kell a konyhát rendbe tartani, illetve a hűtőszekrényt, az ételkészítésnek milyen szabályai vannak. Ezeket az információkat aztán egy több állomásból álló tudáspróbán számon is kérték a diákoktól. A felsősök egy része ezen vett részt, néhány diák pedig elkészítette az egészségbüfébe szánt hideg tálakat. A tanulók osztályfőnökeikkel közösen évről évre ötletelnek, előre eltervezik, hogy mit készítsenek. Mexikói sajtsalátát és tojás krémes pirítóst, gyümölcssalátát. Ez az egyik osztálybüfé kínálata. A lényeg, hogy a hozzávalók egészségesek legyenek. Fontos, hogy a diákok megismerjék, megkóstolják a természetes ízeket. Ez is a program célja. Célja az egészséges életmódra felhívni a gyerekek figyelmét, az egészséges táplálkozásra ráirányítani a figyelmüket, hiszen nap mint nap látjuk, hogy cukros üdítőkkel jönnek, reggel chipset esznek reggelire az iskolában. Az egészségbüfé finomságait nézve, ha teljesen nem is szorul ki a diákok étrendjéből a cukros üdítő, azért van esélye az egészséges ételeknek is. Holnap is tavaszi időben lesz részünk, jöjjön az időjárás jelentés.
Kedden eleinte délen délnyugaton eshet, majd felszakadozik a felhőzet, ugyanakkor gomoly felhők képződhetnek, melyekből elszórtan alakulhatnak ki záporok. Többfelé feltámad a nyugati északnyugati szél. Hajnalban -1 + 6, délután 9 és 14 fok várható. Kedves nézőink, ezek voltak mai híreink, nézzék majd holnap is a híradót. Várjuk Önöket, viszontlátásra!